Robot, kívánok! Kicsit megzavarhatnám Önöket néhány kérdéssel. Valakinek lenne kedve nyilatkozni arról, hogy mi történik itt Csíksomlyón? Hát, hogy mi történik? Tehát például, hogyha most én tegyük fel, egy másik országba jöttem volna, vagy akár, mit tudom, egy másik bolygóról, és kíváncsi volnék, hogy itt mi történik, tehát, hogy miért gyűlnek itt össze az emberek? Csíksomlyón az történik, hogy készülnek az emberek a pünkösdi búcsúra, ez a hét arról szól, hogy érkeznek a zarándokok, hangolódnak a pünkösdi búcsúra az ünnepre, találkoznak a szűzanyával, barátaikkal, kikapcsolódnak, feltöltődnek és úgy mennek haza. Egymással megosszunk azt, amink van, lássa, eljövünk a szűzanyához, imádkozni, hálát adunk a mindennapért, azért, hogy felkelhetünk, megélhessünk a mindennapokat, hálát adunk azért, hogy eljuthatunk Csíksomlyóra, és kérjünk az ő közbenjárását, kérjünk az ő segítségét, azért, hogy a betegek meggyógyuljanak, az ép emberek lelki táplálékot kapjanak, hogy mindazok, akiknek talán a hitük megingadott, felépüljön és még erősebbé legyen. Én azt kívánom azoknak a nézőknek, akik talán ezt a zadást vagy ezt az oldalt nézik, hogy jöjjenek el, látogassák meg Csíksomlyót, és észleljék és tapasztalják azt, hogy milyen szeretet van itt, és mikor ellátogatnak a Kecselyre, akkor igazából ők maguk észlelik azt, hogy felülről mit kapnak meg, és én nem tudom mind emberileg elmondani azt, hogy milyen érzés tudja azt az embert, aki szívvel és jó lélekkel eljön és ellátogat ide, hogy milyen szeretetet és milyen kegyelmet kap felülről. Értem is, úgy igazából ez a csíksomlyói búcsú milyen ünnepről szó, tehát milyen, mit ünnepelnek itt az emberek ezen a napon? Igazából én azt látom, hosszú éveken keresztül, több mint 20 éve, évről évre itt vagyok, hogy mind csak a szeretetről és a jóságról beszélünk, és kérjünk a szűzanyának örökké minden évben a kegyelmét és a szeretetét és a gyógyító erejét, mert sok beteg ember van, új lelkileg, úgy szellemileg, fizikailag, és kérjünk az ő közbenjárását és az ő segítségét. És ez a pünkösdi búcsú igazából arról szól, az összetartásról és a békességről, az, hogy több ezer ember, úgy mondanám, több százezer ember elzarándokol ide Csíksomlyóra, azért, hogy valóban megtapasztalják és megéljék az szeretet és a békesség napját és az ideit. És honnét gondolja az, hogy lehet kérni a szűzanyának a közbenjárását ahhoz, hogy gyógyulás történjen, vagy hogy az embereknek az életében áldás legyen? Tehát miből gondolja, hogy kérhetjük, vagy hogy ő közben járhat értünk. Miből gondolja azt, hogy... Én úgy gondolom, hogy talán több száz éve, több száz éves múltja van a csíksomlyói Kecselynek, több száz éves múltja van maga a szűzanya szobornak is, és is sok csodák, sok csodák történtek itt Csíksomlyón, betegek meggyógyultak, és sorolhatnám, hogy többnek megjelent a szűzanya is, és én úgy gondolom, hogy az ember a hit által kell higgye azt a gyógyító erejét, és megtörténik. De hogyha nem hiszünk, akkor nincs, hogy megtörténjen velünk. És mi az, amiben konkrétan kéne higgyünk? Tehát mit gondol, hogy mi az, amit kéne higgyünk? Miben kell higgyünk? Miben lehet hinnünk? Én elsősorban azt mondom, hogy az Úr Jézus Krisztusban, és utána a szűzanya szeretetében és a jóságában és a közbenjárásában, hit cselekedet nélkül halott, helyába hiszünk, hogyha nem teszünk érte, ugye? A Jóisten megadja az áldást, a kenetet, minden, de hogyha mi azt nem élünk haval, és nem teszünk azért a máért, a holnapé, azt, hogy megtörténjen velünk azt, amit meg szeretne történni, akár hogy a betegségből felépüljünk, akkor nem történik meg. Azért, hogyha egy beteg ember kell higgye azt, hogy igenis fel tud épülni. És hogyha választhatna, hogyha csak két opció közül választhatna, hogy kinek a közbenjárását kéri Istennél, Jézus közbenjárását, vagy pedig a szűzanya közbenjárását, melyiket választaná?
Ez egy nagyon kemény kérdés, amit ön most feltesz. Én úgy mondanám mind a kettőt. De viszont azt mondom, hogy nincs ilyen opció, hogy... Én nem élök el a lehetőséggel, level a két opcióval. Igen, nagyon felmerül bennem és ez a kérdés, hogy vajon hogy van akkor ez, de önnek máma nem engedem ezt, hogy kifordítsa a szavamot, és ugye én élek az én beszédemmel, és nem engedök az ön... Én egyszerűen csak azt szeretném elmondani önnek és mindenkinek itten, hogy Jézus Krisztus azt mondta, hogy hozzáforduljunk bizalommal, és Szűz Mária tényleg egy nagyon szent életű asszony volt, különben nyilván nem lehetett volna az ő édesanyja, így van-e? De ő azt mondta, hogy hozzám gyertek mindannyian, akik megfáradtatok. Tehát nálam megnyugvást találtok. És mégis azt látom, hogy bizonyos emberek ugye azt mondják, hogy Szűzanyához fordulnak közbenjárásért, amikor azt mondta az Úristen nekünk, hogy forduljunk bizalommal az ő fiához. Tehát a Szűzanyának nagyon fontos szerepe volt, hogy megszülje a világ megváltóját. Igen, valóban, hogy megvan a Biblia idézetben is az, hogy az Atyához csak és egyetlen az Úr Jézus Krisztus által juthatunk a mennyországba, de ugye nem arról beszélünk most, hogy a Szűzanya közben járásával juthatunk a mennyországba, hanem most arról beszélünk, hogy az ő áldását, az ő gyógyító erejét, hogy kérjünk az ő közbenjárását, hogy értünk imádkozzon, és tegye meg azt, amit meg kell tegyen értünk, és ugyanúgy működés meg kell tegyünk azt. Most felteszek egy ravasz kérdést. Ez a ravasz kérdés az úgy hangzik, hogy van nekem egy súlyos problémám, tegyük fel gyomordaganat, és hallok egy híres doktorról, aki állítólag ezt meg tudja nekem műteni, meg tudja gyógyítani, és hallom azt is, hogy van neki egy kedves édesapja, aki talán engemet elvihet a doktorhoz, de viszont nekem azt mondják, hogy én személyesen a doktorhoz fordulhatok, és az én problémám súlyos, akkor mit fogok választani, melyiket választaná ön? Az doktornak az édesapját, vagy pedig őt személyesen? Én igazából, hogy a doktorról visszatérjek az ellenkező irányba, a doktor maga Jézus és az Úr, ő a gyógyító erő. Hogyha beszélünk a doktorról, a doktor Isten által és az Úr Jézus Krisztus által Szűzanya közbenjárásával tud segíteni. A doktor bemegy, mikor bemegy a műtőbe, és azelőtt azt mondja, hogy Istenem, áld meg ezt, és olyan doktor talán nem ismerők, amelyik nem imádkozna a műtét előtt, és ugyanúgy kéri a segítségét, ugyanúgy megköszöni a műtétnek a végén a sikerét és a nem sikerét, és megköszöni azt a kegyelmet, hogy ő végigvihette ezt a műtétet. Én igazából a doktort maga az Úr Jézus Krisztusra irányítani, központosítanék rá. Ugye a szaszont a fazont nem szabad összekeverni. Én értem, mi a lényeg, és nagyon veszem az adást, és én mindent megértettem önnek, hogy ön mit akar ebből kihozni. Én inkább ennél maradnék, és itt maradnék. Én csak azt tudom kívánni önnek, és a ennek a nézők figyelmébe is, hogy az Isten áldása legyen a nézőkön, forduljanak az Úr Jézus Krisztus közbenjárásában és a Szűzanya közbenjárásában, de még egyszer hangsúlyozom, hit cselekedet nélkül halott. Helyába kérjünk, hogyha nem teszünk érte, ugye? Megsértődik, hogyha néhány szóban elmondom, hogy miért mondta Isten az, hogy Jézushoz forduljunk személyesen. Így sértésnek veszi, hogyha elmondom, amit megértettem mostanig, tehát mindenféle vallás nélkül, tényleg nem? Én úgy gondolom, hogy független vallástól, független emberek nézetétől, én úgy gondolom, hogy mindenki higgyen a maga hite szerint. Én senkit nem tudok meggyőzni arról, hogy ő menjen át ebbe a vallásba, vagy menjen át abba a vallásba, vagy higgyen ezt, vagy higgyen azt. Isten megvilágosítsa az ember számára, hogy ki, mibe kell higgyen. Én csak ezt tudom mondani, kedves barátom. A hívő emberek nem sértődnek meg semmire. A hívő embereknek minden a javukra válik. A rosszes, a jóes, ugye? Pál apostol is pont ezt mondta. Akkor nagyon röviden elmondom, hogy Isten azért mondta, hogy személyesen a Jézushoz forduljunk, az ő fiához, mert ő ki is jelentette Istennek az akaratát.
Tehát ő tanított minket, azt mondta, hogy ha hozzáfordulunk, akkor bejön az életünkbe, segít nekünk megigazolni, segít nekünk szembesülni a problémás dolgainkkal, a bűneinkkel, a hazugságainkkal, és segít megtisztulni is. És ezért mondta Isten, hogy az ő fiához forduljunk, ne az ő édesanyjához, vagy bárki máshoz, hanem személyesen hozzá. És ő azt mondta, gyertek személyesen hozzá mindannyian, akik megfáradtatok, és megnyugvást találtok nálam. És amikor így az emberek ugye Máriához imádkoznak, akkor az történik, hogy ő nem válaszol, mert ő nem azt a szerepet kapta, hogy nekünk válaszoljon, vagy hogy közben járjon, hanem az, hogy megszülje a megváltónkat. De aki ezért hálás, és személyesen a Krisztushoz fordul, mindenkinek megválaszol, ő ezt mondta. Ez az örömhír úgy igazából, erre bárkinek van lehetősége, önnek is van lehetősége, otthon a belső szobában megteheti ezt, és meg fogja tapasztalni az Úr Jézus kegyelmét, az, hogy ő nem hallgat, hanem válaszolni fog a mi kérdéseinkre. És főképp, hogyha bizalommal elkezdjük olvasni az evangéliumot, akkor meg fogjuk ismerni az igazságot is, igazi szabadulást nyerünk általa. Nagyon röviden csak ezt tette volna mondani. Én ugyanakkor hozzá szeretnék fűzni ezekhez a dolgokhoz, hogy ezekhez a beszédekhez, a kettőnk beszélgetéséhez, hogy valóban ez a beszéd engemetes meghatott, és talán megérintett a szívemet, és éreztem felülről valami hideg kirázást, de hagyjunk a fennvalóra, hagyj dönts el, hogy mi jó számunkra. Emberekül a legkönnyebb az, hogy ítélkezzünk másfelé. Semmiképp távol álljon tőlem, hogy ítélkezzek, tehát ő valóban mondja, rá kell adni a döntést. Azt mondja a Szentírás, és ne ítélj, hogy ne ítéltess, ugye? Isten tudja, hogy mikor, hol az ideje, és mit kell csinálni. Én úgy reagálnám le ezeket a dolgokat, hogy bízunk a fennvalóra, a szűzanyára, és mindaz, aki talán téhítőt követ, hogy megigazulhasson és megtérjen. Én csak ezt tudom mondani. Úgy legyen, úgy legyen. Isten áldását kívánom mindannyiukra. Köszönöm szépen.